Az elkészült videókat megpróbáljuk tovább küldeni ismerőseinknek, de ezúttal vezetéken keresztül. Ez több dologra is szükségünk lesz. Egy telefonra, amin feltételezhetően már vannak rögzített videók, egy gyári adatkábelre, amit a telefon dobozában találunk, illetve egy laptopra, vagy számítógépre, amin már telepítve van a Nokia PC Suite. A Nokia PC Suite beszerzésére két mód van, vagy a telefon dobozában megkaptuk CD-n és arról egyszerűen telepíthetjük. Ennek az a veszélye, hogy feltehetőleg egy régebbi verzió van ezen az adathordozón. A legegyszerűbb megoldása, fölmenjünk a nokia.com vagy .hu weboldalakra, és a legeslegújabb PC Suite-ot letöltjük, de kifejezetten arra a telefonra optimalizálva, amit éppen megvásároltunk vagy birtoklunk. A letöltés menete egyszerű, mindössze telepítenünk kell, és mindenhol csak a tovább gombra kell kattintanunk, és egy 5 perces művelet az egész. Ezeket az eszközöket összedugjuk, csatlakoztatjuk. A telefonon ebben az esetben pedig ki kell választanunk a számítógép és a telefon közti adatkapcsolat módját, ez jelen esetben a PC Suite lesz. Mielőtt a videókat megpróbálnánk átmásolni a telefonra a számítógépre, a PC Suite beállítások menüpontjában érdemes a videófájlok konvertálása fület kiválasztani, ugyanis a telefonon tárolt videók és a számítógépen tárolt videók minősége, illetve formátuma eltér. Itt válasszuk azt, hogy mindig kérdezze meg a számítógép tőlünk, hogy milyen konvertálást használjon, illetve a konvertálási formátumot lehetőleg jobb minőségre állítsuk. Miután ez megtörtént, szerencsére van a Nokia PC Suite-nek egy külön erre a feladatra kitalálta alkalmazása, ez a videók átvitele, vagy videó menedzser, ami arra szolgál, hogy a telefonon és a számítógépen tárolt videókat egy rendezett mappába lássuk. Amennyiben van új videó a telefonon, úgy azonnal jelzi a számítógép, hogy új videót talált. Itt láthatók azok a videók, amik egyszerre a telefonon és a számítógépen vannak tárolva. Itt éppen egy új videó másolása történik, ezt korábban automatikusan állítottuk, hogyha talál a telefonon egy új videót, a PC Suite, akkor azokat azonnal másolja át a számítógépre. Itt tudjuk szinkronba tartani a meglévő videóinkat. A saját videógyűjtemény opcióra kattintva látható, hogy mely videók szerepelnek a telefonon, illetve a számítógépen. Ezeket külön-külön tudjuk törölni, tehát tudjuk törölni a számítógépről, de tudjuk törölni a telefonról is. Mellette jól látható, hogy ezek a videók egyszerre vannak tárolva a számítógépen és a telefonon. A vezetékes megoldás összességében a vezeték nélkülivel szemben azért előnyös, mert gyorsabb, megbízható és olcsó. Ezeket a videókat később le tudjuk játszani, meg tudjuk tekinteni, illetve tovább tudjuk küldeni, fel tudjuk tölteni például az ovi.com-ra.